Nagyon régóta foglalkoztat, hogy mit tehetek én a környezetszennyezés csökkentése érdekében egymagam, hiszen abban nincs beleszólásom, hogy mennyien járnak autóval dolgozni, mennyien repülnek, és a multicégek hogyan szennyezik a környezetünket. Megnéztem nemrég a Földünk a Műanyag Bolygó című filmet, és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a Földünket tulajdonképpen beborítja egy műanyag hulladék tömeg. Elkezdtem kutatni a témában, és rátaláltam a Talpalatnyi Történetek című blogra, melyet egy kedves, fiatal, magyar házaspár ír, és arra ösztönöztek engem is, hogy a mindennapjaimban próbáljak hulladékmentesen, műanyagmentesen élni. Ezekről az ötletekről, tippekről szeretnék nektek most beszélni, hogy titeket is inspiráljalak. Az egyik legkönnyebben megfogadható tanács, hogyha a nylon szatyrainkat leváltjuk textiltáskákra. Ezeket önmagunk is elkészíthetjük, én speciál már pár ilyen táskát készítettem, egyediek, és rengeteg ideig használhatjuk őket. A másik nagyon fontos dolog, hogy váltsuk le a műanyag palackokat újra tölthető palackokra. Nekem van egy kedvenc kulacsom, azt vittem magammal túrázni, sportoláshoz is használom, és a mindennapjaimban is abban iszom. Abból iszom a teámat, ásványvizemet. Azt gondolom, hogy mindenki eldöntheti önmaga, hogy milyen termékeket vásárol, és azokból származó hulladékokat hogyan hasznosítja. Okos döntés létezik. Keressük meg a megoldásokat rá, hogy hasznosíthatjuk a háztartásunkban felelhető hulladékokat. Miközben körbegyalogoltam a Balatont pár barátommal, megdöbbenve tapasztaltam, hogy még a magyar tenger is tele van hulladékokkal, és pedig szerintem rengeteg más megoldás lenne arra, hogy hova dobjuk a szemetünket. Amellett, hogy szelektíven gyűjtöm a hulladékokat, imádok kertészkedni. Kíváncsi vagyok, hogy a jelenlévők közül mennyien szeretnek kertészkedni. Hogyha ti is szerettek kertészkedni, biztos tudjátok, hogy rengeteg jó hatása van a környezetetekre ez a tevékenység, és biztos tudjátok, hogy a komposztálásnak is rengeteg hasznos hatása van. Miért fontos komposztálni? Tulajdonképpen azért, mert átlagosan a háztartási hulladékaink körülbelül 30%-a olyan szerves anyagok, amiket, hogyha megfelelően gyűjtünk össze, és megtanuljuk komposztálni, újrahasznosíthatnánk. Ez rengeteg. Állítólag Magyarországon a lakosság évente 2 gellérthegynyi hulladékot termel. Nézzetek utána, hogy mit nem szabad dobni a komposztálóba, nagyon fontos. Például fáradt ételolajat, állati eredetű maradványokat, csontokat, szálkákat és tejtermékeket sem. Ahhoz, hogy csomagolásmentesen tudjuk élni mindennapjainkat, szerintem az egyik legjobb dolog, hogyha helyi termelőket keresünk föl, és tőlük vásárolunk. Amikor elmentek egy piacra bevásárolni, mindenképpen vigyétek magatokkal saját textilzsákotokat, saját készítésű csomagoló papírjaitokat, és utána készítsétek el ti magatok az ételeiteket, mert biztosat lehettek benne, hogy egészséges forrásokból szereztétek be hozzá a hozzávalókat, és nem termeltek csomagolóanyagokat sem fölöslegesen. Doritól és Edwardtól, a Talpalatnyi Történetek íróitól rengeteg hasznos tippet találtam és tanultam, arra vonatkozólag is, hogyan válthatom környezetbarát alapanyagokra a tisztálkodó szereimet, és ezzel megkímélem a környezetemet is. Ugyanez igaz a tisztítószerekre is. Használjátok bátran az ételecetet, mosószódát, szódabikarbonát, citromsavat, teafalolajat háztartásaitokban. Kiválóan és hatékonyan tudtok majd tisztogatni otthon. Mindamellett, hogy nem terhelitek fölöslegesen a környezetet olyan hulladékokkal, mint a műanyag palackok vagy műanyag flakonok. Gondoljatok bele, nagymamáink sem használtak papírtörlőket. Mi miért használunk ennyit? Ott vannak a konyharuhák és törölközők. Csomagoló papírok helyett pedig most, hogy közeleg a karácsony, ilyen szép, díszes, praktikus újraszalvétákat javasolnék mindenkinek.
keressétek meg a lehetőséget, hogy ilyenekbe csomagoljátok ételeiteket. Ezeket hosszú ideig használhatjátok, és nagyon könnyű a használatuk. Ahelyett, hogy mindent kinyomtatunk utazásaink során, vagy a mindennapjaink során, rengeteg megoldás van arra, hogy online használjuk ezeket a magazinokat, térképeket, használjuk okosan az okos telefonjainkat, és végezetül pedig pár gondolat, amit az utóbbi időben beépítettem a mindennapjaimba. Szerintem érdemes újra gondolni mindenkinek a rutinját, a mindennapi szokásokat. Hova vezet az, hogyha mindent kidobunk, rengeteg műanyagot termelünk, rengeteg dolog kerül az óceánokba. Nézzétek meg ezt a filmet, nem gondolom, hogy az otthonunk, a Föld egy műanyag bolygó legyen. Nem gondolom, hogy ez jó irány, gondoljátok át ti is. Köszönöm szépen. Köszönöm.